Adi vagyok, és ebben a mai videóban vaníliás sodósütit fogunk készíteni. A hozzávalók a sütihez, tej, vaj, vaníliás cukor, tojás, valamilyen cukor, és szokásos nénis lisztünket most is fogjuk használni, és akkor így körülbelül ennyi kell hozzá. Tehát az első lépés, hogy elválasztjuk a tojásokat a sárgájától és a fehérjétől, ezt nyilván megcsináltuk, szóval itt a fehér edényben láthatjátok a sárgáját, a szokásos kék színű edényben, amit már szinte az összes sütős videómban láthattatok, abban pedig itt van a fehérje, majd belinkelem azokat a videókat is, nem? Erre. Mert a múltkor rossz irányba mutattam. És akkor most pedig majd a következő lépés, hogy a sárgájához hozzárakjuk be a cukrot. És akkor majd a leírásba beírom, hogy miből mennyi kell, meg a hozzávalókat is, úgyhogy akkor majd ott meg tudjátok nézni, hogy mi is mennyi cukrot raktunk hozzá. Miután beleraktuk a cukrot, akkor jöhet a két csomag vaníliás cukor, ez a lépés, hogy a 120 g olvasztott vajat beleöntjük a fehér színű edényünkbe. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor az egészet összetúrmixoljuk. Hát akkor most fogjuk összetúrmixolni. Először ezt a gombot fogjuk megnyomni, és akkor az így el fog indulni. Akkor kimértünk 180 g lisztet, és akkor ezt most fokozatosan fogjuk hozzátenni a masszához, mert úgy könnyebb lesz összekavarni. És akkor a következő lépés, hogyha ezzel megvagyunk, akkor hogy beletesszük az 1 liter tejet. A sütőpapírral kibéleljük a tepsinket. Kibéleljük? Kiskulálunk. Ez így nem maradik. Nagyjából. Így jó? Igen. Az utolsó lépés pedig, hogy akkor a kék színű edényünkben lévő tojásfehérjét felverjük, és akkor utána pedig majd beleöntjük a szokásos fehér színű edényünkbe.
akkor elég kemény a tojás fehérje, hogyha fejjel lefele fordítjuk az edényt, és akkor sem jön ki belőle. Látjátok, hogy mindig benne van. Akkor a felvert tojás fehérjének a kétharmadát fogjuk először belerakni a fehér edényünkbe, így fokozatosan, úgy, hogy ne törjön majd össze a kavargatás alatt a tojás. Jó, az úgy már, Nadi, nem kell ennyire pontosan, tehát ez nem... Azt mondtad, a kétharmadát. Körülbelül. De lehet egyharmad is, akármennyi fele is. Óvatosan. Akkor miért pont kétharmadot mondtál? Körülbelül, azt mondtam. Te én szépen így elfeleztem kétharmadot. De nem kell ennyire pontosan. Inkább keverd össze, az lenne a lényeg, jó? Ezt meg majd utána belelódítod a többivel együtt. Ezt nem így pakolgatni ki egyesével, hanem lódítani, mert összeesik a hab. Próbálj igyekezni. Tényleg nem kell az navatakolni, Nadi. Igen. Azt nagyon óvatosan összekevered. Ezt el kell keverni. Óvatosan. Alulról föl. Úgy óvatosan kutyulászod. Jó, és akkor, hogyha összekevertük, akkor a maradék egyharmad részt is beleöntjük. És akkor, hogyha fölkavartuk, akkor pedig beleöntjük a tepsibe. Jó, hogyha ezzel megvagyunk, akkor pedig betesszük majd a sütőbe. Végül a sütőbe anya rakta bele, mert én nem mertem belerakni, mert szerintem a sütő veszélyes. Sodó. Na, milyen lett? Érzem a tojás benne. Komolyan? Hát most komolyan milyen? Fura. Most tényleg ennyire rossz? Tojást rántottál. Te találtad a receptet. De ezt tojást rántottál? Ja. Nem, de hogy... Sodó az ilyen? Na, ne nevettesetek már! Remeg a kamera! Anyukád is sír valami. Figyelj, én jöttem, hogy látottál. Most jött. Na jó, én jövök. Elhozom a tojásot. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Várlak benneteket a következő részben is.